Annára gondolok, hogy ti mostanában annyira kicsit, mintha eltávolodtatok volna. Nem olyan a kapcsolatotok, mint mondjuk nekem meg Dórinak. Dehogy nem, csak ugye volt neki egy kis mélypontja, és először nekik ezt így fejbe kellett valahogy rendeznie, de nem távolodtunk el meg semmilyen. Még mindig nagyon sokat beszélgettünk esténként is, átjön a balkonomon, meg vagy én hozzá. Viszont rád milyen hatással van, hogy mondjuk lehet, hogy amikor Anna egy kicsit magával van elfoglalva, meg ő is gyűjti az energiát és magába gondolkozik, hogy akkor nem lenne jó neked, hogyha megoszthatnád vele a dolgokat, amik épp benned vannak? Így is meg tudom osztani vele. Tehát az, hogy ő mondjuk egy problémájáról nem szeretne beszélni, az nem jelenti azt, hogy én nem fordulhatok hozzá. Viszont amikor látom, hogy azért tényleg el van a saját gondolataival, akkor még nem terhelzem a sajátjaimmal is, és akkor én is egy kicsit így én időzök. Aztán, amikor úgy gondoljuk este, akkor megbeszéljük együtt is a dolgokat. Az azért kicsit rosszul eshetett, amikor azt mondta, hogy még te sem, hogy most tényleg kell neki az a tér, hogy önmagába legyen, és magába gondolkozzon, és hogy még neked sem akarja elmondani, hogy mi van a fejében. Lehet, hogy nektek úgy tűnt, hogy hú, ez most nekem biztos nagyon rossz, meg most hogy veszem fel ezt az egészet, de a csapatban általában az, hogy mindenki más. Hát nincs két egyforma ember, akinek egyforma lenne a gondolkodása, egyforma lenne az a szituáció, amikor szomorú, vagy amikor örül. Úgyhogy ezt tök el tudom fogadni, hogy azzal, hogy azt mondta nekem, hogy most nem szeretnél velem sem megosztani, ezzel nem azt mondta, hogy esetleg nem bízik bennem, vagy nem vagyunk túl jó barátok, vagy valami ilyesmi, csak azt fejezte ki, hogy most ezt magában szeretné először rendezni, és majd lehet, hogy később szeretne róla beszélni. Úgyhogy így kell egy picit egymáshoz alkalmazkodni, és egymást észrevenni, segíteni is egymásnak, de viszont ha a másik azt mondja, hogy most nem kérek egy kicsit, akkor azt is így megérteni és tolerálni. Szerintem valamilyen szinten Vivit rosszul érintette ez a dolog, hogy Anna neki sem akarja elmondani, vagy őt sem akarja az érzéseivel traktálni, de szerintem ezt tökre jól helyén tudja kezelni. És emiatt azt érzem, hogy ha rosszul is esett neki, akkor utána okosan átgondolta ezeket a dolgokat, és arra jutott, hogy jobb itt az elfogadás, és az, hogy különbözőek vagyunk, és különbözően dolgozzuk fel az érzéseinket. Hogy tényleg el kell fogadni a másikat úgy, ahogy van, csak ezután megtörtént egy olyan dolog, hogy Bálint felment Annához, és neki rögtön kiöntötte a lelkét. Hogy ez neked hogy esett? Hogy nem vártad volna azt, örülök, hogy ennyire így figyeld a dolgokat, és hogy észben tartasz mindent. Viszont ne felejtsünk el egy dolgot, ők vannak itt, ők hárman, Anna, Dóri és a Bálint, akik itt vannak az eleje óta. Bálint lehet, hogy tudott neki valami olyasmit mondani, amit csak ők éreznek át, mert azt az időt, meg azt, amit ők együtt már átéltek, annyi barát elvesztését csak ők hárman élték meg, és lehet, hogy pont Bálint volt az a személy, aki olyasmit tudott neki mondani, vagy olyan oldalról tudta őt meghallgatni, hogy ő ezt nagyon át tudta élni, és nagyon, nagyon meg tudta őt érteni. Uh-huh. Úgyhogy igazad lehet, csak azért volt számomra érdekes, mert Dóri is itt van az elejétől kezdve, ő pedig úgy érzem, hogy majdnem mindent megoszt velem, és én vagyok az az ember neki, akire úgy tényleg támaszkodik, és elmondja búját, baját. És ezért érdekes, hogy ő például nem Annát vagy Bálintot keresi fel, akikkel az elejétől itt vannak. Hát lehet, hogy Anna és Bálint kicsit jobban megtalálta a közös hangot, és Dóri, mikor bejöttél, akkor megtalálta. Meg így megtaláltuk ugyanúgy a közös hangot Annával, csak mikor tényleg ezen a nagyon mély ponton volt, szüksége volt egy olyan emberre, aki tényleg itt van az eleje óta, és együtt küzdenek, és együtt átéltek már rengeteg jó pillanatot is, rengeteg jó rossz pillanatot is. Úgyhogy nem gondolom azt, hogy ez a barátságunk rovására mennek, mert tényleg ez tök normális dolog, meg a csapatban. Úgy gondolom, hogy az a legjobb, ha mindenki ki tud jönni mindenkivel, viszont abban a pillanatban, abban a szituációban neki az kellett. Bálint érezte azt, hogy neki kell őt meghallgatni, esetleg tanácsot adni neki.